Nem mondja el, hogy hogyan töltsük az adventet. De az igén keresztül ma egy kis útmutatást kapunk arról, hogy mi a célja az adventi ünnepnek, ami most elkezdődött a mai napon. Az igében is benne volt, hogy az advent célja ennek a 4 hétnek is az a célja, hogy egy felkészült nép álljon az Úr elé. Felkészültnek lenni. Ez a célunk. És ezért vagyunk most itt, ezen a vasárnapon, a templomban. Én is láttam a televízióban, biztos, hogy a kedves testvérek is látták, hogy Samuel Tigrászról készült egy film, és ezzel kapcsolatban eszembe is jutott, hogy ő is egy csodálatos dolgot vitt véghez. Ő vezette be ugyanis a kézmosásnak a szokását. Orvosi értelemben valóban igaz is ez a mondás, hogy Semmelweis Ignác, akit az anyák megmentője névvel illet immár a tudomány történelme, valamikor sokat bánkódott azon, hogy a keze alatt gyermekágyi lázban meghaltak az anyák. És rádöbbent arra, hogy miért történik ez a számára is, és mindenki számára is nagyon rossz esemény. Azért, mert nem lehet átmenni a boncteremből a szülőszobára mosdatlan kézzel. Hosszú ideig nem mostak kezet egy-egy dolog között, és ő rájött, hogy ez a megfejtés. Fel kell készülni minden egyes műtétre, minden egyes boncolásra, de előtte kezet kell mosni. Azóta nincs orvosi beavatkozás, vagy bármilyen orvosi kezelés, ami előtt nem mosnának kezet az orvosok és az ott lévők, akik segítik az orvosok munkáját. Felkészülnek egy-egy műtétre, egy-egy beavatkozásra, megtisztítják a kezüket. Mióta komolyan veszik a higiéniát, és megfelelő módon felkészülnek, sokkal kevesebb ilyen baj történik a világban. És hogy miért is hoztam ezt szóba? Elgondolkodtam azon, hogy miért is van sok családban ilyenkor, főleg, amikor már mindenhol azt érzékeljük, hogy szépen ki vannak díszítve a boltok, a karácsonyfák, elkezdődnek az adventi ünnepek, különböző hangversenyek, bevásárlások, elkezdünk sütni, főzni, készíteni a lakást, hogy miért van ezekben az időszakokban annyi veszekedés a családban. Miért van az, hogy ilyenkor egymásra vágják a házastársak az ajtót? Hogy a gyerekek legszívesebben hetekig ki sem mozdulnának a szobából, mert olyan hangulat uralkodik egy-egy családi életben. És a megfejtés az igénkben benne van. Mert nem felkészült nép áll az Úr előtt. Mert szeretett testvéreim, igaz, hogy minden évben erről is szólunk, de felkészületlenül nem szabad megérkeznünk a karácsony ünnepéhez, lelki felkészülés nélkül. És ez a lelki felkészülés, ez a lelki megtisztogatás hiányzik nagyon sok család életéből. Ez hiányzik manapság sokfelé. Készületlenül akarunk odaállni az Úr elé, és így nem, hogy találkoznánk az Úrral, hanem éppen, hogy elveszítjük az Úrral való találkozás lehetőségét, de még az egymással való találkozás lehetőségét is elveszítjük. Pedig advent a szívünk készítgetésének az ideje.